Kezdjük csokorom, jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai online sajtótájékoztatóján. A hétvégén a legnagyobb online híroldal az Index.hu szerkesztősége egyértelművé tette, hogy veszélybe került alapfüggetlensége. A hírek szerint az Index mögött álló Fidesz közeli tulajdonosok és tanácsadók egy olyan átszervezésre készülnek, amely a portál független szerkesztőségének megszűnéséhez vezethet. A független, kritikus véleményektől reszkető gyáva miniszterelnökünk és kormánya 4 évvel ezelőtt felszámolta a legnagyobb független nyomtatott sajtóterméket, a Népszabadságot, most pedig arra készülnek, hogy a jelenlegi formájában felszámolják a legnagyobb független online sajtóterméket is, az Indexet. Amit most mondani fogok, az valószínűleg elég rendhagyó lesz. A sajtótájékoztatóink szinte minden esetben a sajtó és a közvélemény tájékoztatására szolgálnak, most azonban nagyon konkrét üzenetet szeretnénk küldeni nagyon konkrét személyeknek. Azoknak, akik összelopott pénzüket, az elsíbolt közpénzöket arra költik, hogy megszerezzék, majd szétverjék a legnagyobb független online hírportált. Azoknak, akik az Indexet családmódon szerezték meg, és most meg akarják szüntetni. Üzenni szeretnénk az Index mögött álló kormányközeli tulajdonosoknak, tanácsadóknak és háttérembereknek, többek között Vaszili Miklósnak, a TV2 elnökének, aki pár hónapja az Index tulajdonosa lett, és Gerényi Gábornak, aki a szerkesztőség szétverésének tervét tanácsadóként terjesztette elő. A Demokratikus Koalíció azt üzeni Vaszili Miklósnak, Gerényi Gábornak és minden kormányközeli személynek, aki részt vesz a független Index megszüntetésében, hogy ne higgyék, hogy ezt szabadon meg fogják úszni. Ne higgyék, hogy amikor ez a bűnszervezet elbukik és vagyonelkobzás valami börtön vár majd a Mészáros Lőrincekre, Tiborcz Istvánokra, meg az összes fideszes bűnözőkre, akkor ők nem fognak a vádlottak padján ülni. Ne tévedjenek, tenni fogunk róla, hogy a kormány bukása után függetlenségét visszanyerő jogállami igazságszolgáltatás a szabad sajtó gyilkosaival szemben is úgy járjon el, mint ennek a rendszernek a legmagasabb szinten lévő működtetőivel. Most még visszakozhatnak, most még meggondolhatják magukat. Maradnak kis halak ebben a bűnszervezetben, vagy az Index lerombolásával belépnek a nagy halak a nehéz súlyú bűnözők közé, más szóval belépnek a NER főbűnösei közé. Ha Vaszili Miklósnak és Gerényi Gábornak ez megéri a teljes vagyonelkobzás és a börtön kockázatát, akkor csinálják csak. De mi be fogjuk tartani az ígéretünket, utat fogunk engedni a független jogállami igazságszolgáltatásnak. Búcsút mondhatnak a nyugodt éjszakáknak, mert egy függetlenül működő igazságszolgáltatás ezért bizony börtönbe fogja őket küldeni. Ez jár azoknak, akik lopnak, a lopott pénzt pedig a független nyilvánosság megszüntetésére fordítják. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kezét csókolom, viszontlátásra!